Halló! Halló! Császár Jenő vagyok, kezi csókolom, miben segíthetek így augusztus 20-án? Halló! Megszeltük már az új kenyeret, csókolom a drága kezét! Halló! Halló! Én csak azt akarom bejelenteni, hogy itt nézem a körmenetet a tévébe. Az nagyon jó. És a két pap egyszerre beszél. Halló! Halló! És nem lehet érteni. Nem értem, hogy mit mondanak. Halló! Én értettem! Figyelem, figyelem! Közérdekű bejelentés következik. Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik a körmeneten Walkman-el a fejükön hallgatják az apukám világát. Mondják már meg annak az egyik papnak, szóljanak neki, hogy állítsa le magát. Figyelem, figyelem! Közérdek! Nos, akkor kezdjük el még egyszer? Keresek valakit, akivel nyugodtan franciázhatok. Franciázni, csak nyugodtan, szépen. Nem úgy gondoltam, hülye. Mit? Hát franciázást én tanulni szeretnék. Francia persze, nyelven. Hát a jó pap is holtig tanul, főleg a provanci. Ó, de én csak franciázni szeretnék, tanulás céljából meg szeretném. Persze, erről van szó. Csak franciázni szeretnél, jaj, nyugodtan, egy megbízható partnerrel. Apropó a partner, fiú legyen vagy lány? De nem úgy gondoltam. Miért? Szerinted én hogy gondoltam úgy? Angolozni nem szeretnél? Angolozni nem. A francia az más. Az egy jó nyelv. De én egy szóval nem mondtam, hogy a franciázáshoz nem kell egy jó nyelv. Bár szerintem inkább kettő. És egy hallgató már is a vonalban. Szia, Jenő, biztosan emlékszel még arra súlyosan beteg kislányra, akinek a múltkor kértem egy Jamiroquai számot. Igen, igen, és én ezt el is küldtem neki, pedig élőben nem nagyon szoktam ilyen kéréseknek elegetni. Na és meggyógyult a kislány? Meghalt. Na, akkor mondhatod, te vagy a vonalban. Hello, szia, Jenő. Szia. Azt akarom mondani, igen, hogy azért hívtalak fel, hogy telefonon, mert megszeretnélek kérdezni, igen, egy számomra nagyon fontos dologgal kapcsolatos a dolog, és nem tudok dülőre jutni, és szeretném azt megkérdezni, hogy... Na jó, van reklám. Miklós, miért hívtál? Szívességet szeretnék kérni. Tőlem? Igen. A múltkor hallottam, hogy készséggel felajánlottad valakinek, hogy akár a tengeren túlról is megkérdezd a barátnője kezét. Hát megnézem a csajt, aztán akkor majd... Jó, igen, figyelek. De nem saját magadnak kéne, hanem nekem. Várja, mennyi az idő? 4:06, jó. Ha a műsoron kívül adnék egy telefonszámot, megtennéd nekem, és felhívod? Egy kérjem meg a kezét? Aha. Valami között van a lányhoz, tehát ismered, tudod a nevét. Hosszú kapcsolat van mögöttünk. Hosszú kapcsolat. Aha. Tegnap megismert... Már majdnem 10 év. 10 év? Aha. Hát nyüglődtünk, na. És nem untátok meg egymást? Nem, sőt, most is szeretem. Szóval most azt mondod, hogy kérjem meg... Mennyecske nevét, azt megmondod adáson kívül a telefonszámát? Persze. Na várjál, bejött egy nagyon zord kopasz most. Szerinted megkérjem a csajnak a kezét? Azt mondja a kopasz, hogy kérjem. Köszi. Halló, Sárika? Igen, na én vagyok. Sára, én az igazság, hogy szeretném megkérni a kezedet. Itt most, per pillanat. Igen, csak nem nekem, hanem én a Mikinek vagyok a barátja. Én szeretném megkérni részére a te becses kezed. És én most mondjak igent vagy nemet. Hát ez rajtad múlik. Aha. Hát én akkor most neked igent mondok, neked megígérem, hogy majd a Miklossal beszélek, és neki megmondom igazából. Ezt komolyan mondod? Halló, Miklós, itt vagy? Itt, hát persze. Jó, akkor itt van, most akkor beszéljétek meg. Úristen, hát ha én ezt tudom. Ugye nem vetted volna fel a telefon, mi? Nem. Sára. Hát ez őrület. Itt van, tessék, ma most mi van? Tehát akkor valamit most már kéne csinálni. Vagy azt mondta, hogy nem, vagy azt mondta, hogy igen, mert én most már itt megtettem azt, amit meg kellett. Jó, ha a csörömpölést hallottatok, kiugrottam az ablakon. Igaz? És ha igen mondok, akkor is kiugrasz? Akkor hozzád ugrok. Hát jó, akkor ugodj. Na, mielőtt nagyon mélyen belemennénk, neked az a problémád, ugye, hogy a barátoddal nem jó az ágyba. És a barátod barátnőjével meg igen? Igen, de nem vagyok leszbikus. Hé, ilyenkor azt kell mondani, hogy alternatív nemiségű. Hadd halljam? Nem vagyok. Mi is? Alternatív leszbikus? Határeset. Szóval ott van a barátod, akivel nem volt jó az ágyba, és aztán megtudtad, hogy van egy barátnője. Erre azt meg elcsábítottad, nem? Hát igen. És mit szólt hozzá a barátod? Eleinte nem tudtam, most meg szakítani akarsz.
És te? Én nem. És a barátod barátnője? Neki mindegy. Nem próbáltatok ti, hogy mondjam, a hármasba? Ő mindenképpen szakítani akar, mert hogy katolikus. Na ez meg hogy jön ide? Akkor a pasid nem volt katolikus, amikor félrelépett? De, akkor is katolikus volt, de amikor megtudta, hogy elcsábítottam a barátnőjét, nagyon kiakadt, és most mindkettőnket ki akar rúgni. Ezek szerint nyente édes hármas. És most mi lesz? Nem tudom, én még mindig szeretem. De mit csinálnál? Te, én nem rólam van most szó, hanem a te problémád, de ha már megszólítattam, én az életemben még soha nem csábítottam el a barátnőm barátját. Bár a helyedben én beszélnék a barátoddal, úgy izomból arca, mint a tuaregek. Mondd meg neki, mit, miért csináltál, és a kibékültetek próbáld meg rávenni, hogy is mondjam, szóval azokra a finomságokra, amik jók a barátod barátnőjével. És a legközelebb valami nézeteltérésed lenne, inkább nyújj magadhoz. Elvégre te is a barátod barátnője vagy, nem? És egy újabb telefonáló a vonalban, Csiszár Jenő vagyok, szevasz! Ja, Feri vagyok. Szevasz, Feri, mondjad, miért hívtál? Hát azért hívtalak föl téged, mert szerintem a hét tahója az a pasi volt, aki tegnap a 8-as út mentén biciklizett, nézegette a csajokat, és önkielégített. Mit csinált? Na ugorjunk neki még egyszer. Mit csinált, Feri? Így, ahogy mondom. Ott biciklizett a 8-ason, és közben meg verte. Mit vert, Feri? Mit vert? Hát a szerszámát. Na ne izélj már, állj már meg egy kicsit. Figyelj. Szóval ott álltak a lányok a munka dandárjába a szántóföld mellett, szerszámok meg sehol, mi? Nem erről van szó. De szerencsére arra járt egy hímneműidény munkás biciklivel, és hogy meg ne akadjon a betakarítás, mert hogy betakarítás volt, ugye, Feri? Szóval nem volt betakarítás. Előveszi a szerszámát, úgymond. Feri, kapa volt nála, vagy kasza? Se nem kapa, se nem kasza. Na jó van. És ahogy kell, mielőtt kezébe adná a szintén idénymunkás hölgyeknek, először kikalapálja rajta a csorbákat, mi? És csak verte, csak verte, csak verte. Nem, jól mondom, Feri? Nem, nem jól mondod. Ott nyomatta a 8-ason, és közben meg verte. A kaszát, mi? Nem a kaszát. Hát, ahogy itt elgondolom, a biciklizés közben azzal a kaszával, tudod? Hát ez artista mutatványnak se akármilyen. És ezt is mind láttad, mi? Aha. Te, Feri, te abszolút biztos vagy benne, hogy is mondjam, férfi bicikli volt, vagy női? Egy újabb telefonáló a vonalban. Szavarban vagyok. Nem baj, beszélj nyugodtan. Jenő, szeretlek. Szerelmes vagyok beléd. Jaj. Csak ennyi? Ajjaj. Hölgyeim és uraim, kedves rádióhallgatók, itt ül előttem egy nő. Mit egy nő? Istennő! Kedves Istennő, mondd, hogy is hívnak? Cynthia. Cynthia. Ahogy ez a gyönyörű ajak ezt a nevet formálja, Cynthia. Közelebb hajol egy kicsit a mikrofonomhoz? Igen. Még egy kicsit közelebb, mert nagyon gerjedek. Szóval, kedves hallgatóim, itt van előttem egy istennő, egy valódi istennő, és ott elől az a kettő. Szóval az ott valódi, megfoghatom? Hát persze. Hát persze, hogy megfoghatom. Na, hogy megfoghatom, hiszen én kifizettem. 2 óráig azt teszek vele, amit akarok. Kedves hallgatók, jelentem, ott elől az a kettő, az valódi. Mondd, Cynthia, ezt meddig lehet csinálni? Nem tudom, de nem is érdekel. Addig fogom csinálni, amíg szükségem van rá. És meddig akarod csinálni? Ez meddig van szükségedre? Hát addig, ameddig elő tudom teremteni azokat a dolgokat, ami egy normális élethez kell. Lakás, kocsi, meg ilyenek. Uh-huh. Ez egy ilyen világ. Hopsz, egy telefonáló a vonalban. Szia, Jenő! A hölgy tényleg a legősibb mesterséges? Hát persze, óránként 8000 forintért. Hát most jut eszembe, 2 órát fizettem, de az adás meg csak 90 percet. Gyerekek, nem akar valaki egy 1 órás hosszabbítás Cynthiával? Az én kontomra! Szélvés gyors visszajelzést kérek a kukacomra, apukám@apukam.hu. Bár ahogy elnézem, a kukacom most mással van elfoglalva. Hát elég kemény dolog ezzel szembesülni, nem, Cynthia? Egy ország előtt húztuk el a mézes madzagot. Tudod mit, Cynthia? Neved legyen ezek után gyermekem, mézes madzag! És egy újabb telefonáló a vonalban. Szia, Jenő! Na, akkor most belevágok. Ahogy szoktuk, üssünk részt a médián. Tessék? Semmi. Na, szóval én gyereket szeretnék tőled. Na hát ezt meg hogy képzelted? Hát, mert neked azt tudnod kell, hogyha én egy lányal együtt vagyok, akkor én másikkal nem fekszem le. Én egy ilyen monogám poli vagyok. Jó, de na, mindenre gondoltam, figyelj. A holnapi postával kapsz egy ilyen kis kémcsövet, és te beleteszed. Mit? Hát, amit ilyenkor kell. És a végeredményt azt leteszed a Magyar Rádió közönség szolgálatánál a nevemre. És aztán felhívsz telefonon, én meg bejövök érte. Jó?
Szia, apukám. Szervusz, Jenő. Figyelj, Jenő. Szervusz, apukám. Jenőkém, drága. Apukám. Lélekharang, kis véznahang, fekpad pofájú nyerserő, de nem nyerő, reménytelen ki álmokat sző, maszturbáló derejemet sző, lilium tiprás a kukán, hová jutottunk? Apukám. Leszázalékolt fatalista, véget nem érő bandalista, Kovács Kati, Michael Douglas, Jenő tebe beledöglesz. Logisztika, aircraft carrier, nyugdíjhelyet, pitbull terrier, funár, sesej, batukán, hová jutottunk? Apukám. Szar volt? Na jó, hát ehhez azért kellettem én is.